Sziasztok, Gianni vagyok. Egy nagyon fontos témáról fogok most beszélni nektek, az extra szitek, azaz extra helyek használatáról. Sajnos sok olyan játékossal találkozom, aki már 15-ös szintű, de még mindig nem használja ezt a lehetőséget. Ennek a beállítása rendkívül fontos lehet a csata kimenetele szempontjából. Amennyiben ezt nem tesszük meg, könnyen hátrányba kerülhetünk az ellenséggel szemben. Lehet, hogy rendelkezésre állnak tankok, repülők, rikonok, de nem tudja a csapatunk azokat használni. Az extra szitek megadásához legalább 6-os szintű katonára van szükségünk. Amikor squad parancsnokok vagyunk, az elért squad pontjaink számától függően extra sziteket állíthatunk be, ami azt jelenti, hogy csata közben squadunk tagjai másik harci osztályra tudnak váltani. Minden harci osztály különböző mennyiségű pontot használ el. Minél több squad upgrade pontot értünk el, annál több és értékesebb extra helyet tudunk beállítani. Így könnyedén válthatunk az éppen szükséges tanker, pilóta vagy egyéb katonáinkra. Akár egyszerre több azonos helyet is beállíthatunk, ami azért fontos, mert csak a megadott darabszámú helyet lehet átváltani. Ha háromnál többen vagyunk a squadban, akkor erre is ezeket a pontokat használjuk el, így kevesebb helyet tudunk majd beállítani, ezért érdemes lehet két-két fő squaddal indulni, így mindenkinek lesz lehetősége váltani, ha szükséges. Mivel a war részben valós időben érkezhet az utánpótlás, azaz csata közben is jöhetnek további egységek, ezért itt is szükséges ezt beállítani. Akkor is állítsuk be, ha csak gyalogosunk van kezdéskor, mert bármikor érkezhet az utánpótlás, így akár megfordíthatjuk a csata kimenetelét. Abban az esetben is állítsunk be extra helyeket, ha nekünk nincs katonánk másik harci osztályból. Egyik lehetőség a beállításhoz, ha barátokkal indulunk csatába, akkor már keresés előtt be lehet állítani. A másik lehetőség, ha egyedül indulunk, ekkor keresés közben már beállíthatunk extra helyeket. Amikor megtalálta számunkra a csatát, akkor nincs más dolgunk, mint megnézni, hogy milyen erőforrások lesznek a csatában. Ezután a squad menüben fent kiválasztjuk, hogy milyen harci osztályok legyenek elérhetőek csata közben. Ha már van beállítva alapból extra hely, akkor is minden csatában nézzük meg, hogy milyen egységek állnak rendelkezésre, és ha kell, változtassuk meg még akkor is, ha mondjuk nekünk nincs saját katonánk az adott harci osztályhoz. Ennek az átállításához a következőket kell tennünk. Amikor a játék talált nekünk egy csatát, akkor a jobb alsó sarokban, a szemre kattintva megnézzük a csata adatait. A Resources menüben megtaláljuk, hogy milyen egységek lesznek a csatában induláskor. Ezután váltsunk át a Squad menüre, és felül változtassuk meg az extra helyeket a szükségesre. Ezt addig tudjuk megváltoztatni, amíg a Get Ready mellett jobb oldalon alul visszaszámol a játék. Ez általában 10-30 másodperc szokott lenni. Gyorsan kell cselekedni, de megéri. Remélem ez a videó is segíti a játék élményeteket. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, lájkold, oszd meg, küldd el a barátaidnak, írj kommentet a videó alá, ha érdekelnek a következő videóim, iratkozz fel a csatornámra.